Farsangi felvonulás, tréfás vetélkedők, táncház, kézművesség. Többek között ezt kínálta a Pötörke Népművészeti Egyesület Aprók Tánca Farsangi programján szombaton a református gyülekezeti otthonban. A hangszer készítésben elsősorban nagy hangot adó hangszereket készítették el, úgy mint dobot, trombitát, ezzel segítve, hogy gyorsabban kiűzzék a telet. A hangszerkészítésben és az esti hangulatban Kurdi Gábor Dudás, a népművészet ifjú mestere segített a Pötörkének. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy mindenből készíthető akár hangszer vagy valamilyen játék. Ez sajnos manapság már elfelejtették a legtöbben, és ez számomra nagyon fontos, hogy már ilyen kicsin is bizony tudja, hogy hogy kell megkötni egy csomót, hogy hogy kell levágni egy kis darab nádat fűrésszel, és ők maguk is meg tudják csinálni ezeket az egyszerű hangszereket. A kecskeduda az a hangszer, amivel próbálom elbűvölni a közönséget. Ez nem egy gyakori hangszer, így mindenféleképpen érdekesnek találják. Igazándiból nagyon megfogott a hangja, nagyon érezni benne az összes őserőt, ahogy megszólal, igazándiból nagyon átütő ereje van ennek a hangszernek. Szólt is a kecskeduda rendesen, a nagy érdemű pedig csak úgy kapkodta a lábát a parkettán. Vannak olyan területek, ahol nagyon híres a farsang. Persze Magyarországon most a legnevesebb ugye mégiscsak Mohács. Hát éppenséggel a tánc az nem annyira jellemző, mint a felvonulás. Persze vannak farsangi táncok, sárközben például a lányoknak van egy karikázuk, és abban benne, hogy farsang, állandóan a farsangot említik, és abban vonulnak, és ez mondjuk karikázó. Van egy általában táncházunk, és persze farsang az mindig egy kiemelt időpont, és ez az időpont, ez megkívánja azt a plusz előkészületet. Például a kézműves foglalkozások során farsangi maszkokat készítenek, vagy olyan nagy dobokat, most például ez történt, és ezzel jelezvén az, hogy most ez egy kicsit más, mint az eddigiek, ez most farsang, egy kicsit hangosabbak vagyunk, egy kicsit díszesebbek vagyunk, és ha már farsang, akkor jelmezbál van, mindenki bemutatja, amilyen van. Persze már nem azok a jelmezek vannak, mint régen voltak, mert hát a farsang mégiscsak a tél előzéséről szólna, és ördögi, nagyon csúnya, minél rémisztőbb maszkokat kéne, hogy készítsünk. Hát nem teljesen, mert van itt dínó is, a dínó manapság nem ijeszt meg senkit, de azért mégiscsak vidám. Ez a lényeg, hogy vidám.